14 nemzet katonái közel 3000-en nyugszanak az 1915-ben alapított temetőben. Magyarok, bosnyákok, csehek, horvátok, lengyelek, montenegróiak, németek, olaszok, oroszok, osztrákok, románok, szerbek, szlovének és ukránok. Itt alusszák örök álmukat. Az első világháború óriási emberáldozatokat követelő harcai során a frontról visszatérő vasúti szerelvények ezrével hozták az országba a sebesülteket. Ellátásukra a határhoz közeli nagyobb városokban szükségkórházakat rendeztek be. Nyíregyházán 1914. novemberében egy 50 épületből álló barakkórház építésébe kezdtek. A mai temető elődjét mellette alakították ki. 1916-tól hivatalosan is Hősök temetőjének hívják. Az emlékhely nem véletlenül került be a települési értéktárba. A hősök tettei ugyanis páratlan értéket képviselnek. Közel 3000 hősi halott nyugszik itt. Azonosítottak, de vannak olyanok is, amelyeknek a neve a múlt homályába víz. Nagyon fontos azonban, hogy ezek olyan értéket képviselnek ők maguk, és az a tett, amit ők akkor véghez vittek, az önfeláldozás, ez az áldozatvállalásnak az egyik legmagasabb foka, és bizonytalan az, hogy megéri ez a jövőben, lehet értékké váltani. Mindenképpen szükséges az, hogy a jelen generációi ezt az értéket és az értékképviselőjét, a jelnek a tárgyát, ezt a temetőt megismerjék. A nyíregyházi települési értéktárba folyamatosan várják a városlakók javaslatait. A tervek szerint hamarosan a könyvtár helyismereti gyűjteménye is a helyi értékek sorát gyarapíthatja. Remélem, nem árulok el titkot, de mint a megyei könyvtár helyismereti gyűjteménye és az értéktárba javaslást megkapta, úgyhogy én majd próbálok függetleníteni magamat a szavazáskor, hogy bekerülhessen ez is az értéktárba, hiszen helyismereti gyűjteményünkben olyan kincseket őrzünk, ami szorosan kapcsolódik a városhoz, Mauritzra gondolok, vagy Kródi Gyulára, ugye az eredeti kiadású könyvek, dokumentumok, kéziratok megtalálhatóak a gyűjteményünkbe. Az értékes este résztvevői ez alkalommal egy előadás keretében ismerhették meg a Hősök temetője történetét, továbbá érdekességeket is hallhattak a felújítás körülményeiről.